és egymásba fonódunk lassan. Ahogy álmomban láttam ugyanúgy, egymásnak tűzéhez telepszünk halkan. Ahogy álmomban éltem ugyanúgy, ha erről beszélek, csak dadog a lélek. Mint ki álmában réved ugyanúgy, ez az érzés a részem, mi lett már egészen. Ó, ezt most vetted? Ezt vágjuk majd ki a végén, jó? Ezt nem szántom a felvételre. Szép napot, én Mihalec Gábor vagyok, és ez itt az Intimitás Tréning videó sorozatnak az első eleme, amelyben arról szeretnék önnel beszélgetni, hogy hogyan is mélyíthetjük a párkapcsolatunkat. Hogyan segíthetjük a kapcsolódásunkat olyan mélységekbe jutni, hogy amikor például ülünk az autóban és egészen hosszan utazunk, már belerévettünk a tájba, vagy 10 perce meg sem szólaltunk, egyszer csak ugyanabban a pillanatban egymás felé nézünk, és ugyanazt a szót egyszerre mondjuk ki. Vagy amikor egész nap nem látjuk egymást a párunkkal, aztán este felé, amikor megyünk haza, akkor eszünkbe jut, hogy csörrentsük meg telefonon, fölhívjuk, és még ki sem cseng a telefon, már is fölveszi. És amikor csodálkozva rákérdezünk, hogy ilyen közel volt hozzád a telefon, hogy alig csörrent ki, és már fölvetted, akkor annyit mond, éppen ebben a pillanatban készültem megnyomni a hívógombat. Van a kapcsolatnak ez a mélysége. Amikor egymásba fonódunk halkan, amikor egymásnak tüzéhez telepedünk lassan, amikor valami olyat élünk meg, amit igazából szavakba se lehet fejezni, csak dadog a lélek. Ilyen dolog az intimitás. Ilyen dolog az, amikor igazán mély szinteken kapcsolódunk egymással. A mai leckénk, az első számú, az az, hogy hogyan lehet frissíteni a társunk szívéhez vezető szeretett térképünket. Én az a fajta ember vagyok, aki nagyon ritkán frissíti a különböző eszközeit. Nem csak a telefonommal vagyok így, meg a számítógépemmel, de az autónk GPS készülékével is. Aztán gyakran belefutok olyan helyzetekbe, hogy olyan úton megyek, amit az elmúlt 2-3 évben építettek, mielőtt még frissítettem volna a GPS-em rendszerét, és ránézek a képernyőre, mit látok? Nagy fehérség, és a semmi közepén egy icipici kis nyíl, amely mutatja az én helyzetemet. A semmiből jövök, a semmi felé tartok, és a nagy semmi közepén ülök. Sok kapcsolattal találkoztam már, akik az egymáshoz való viszonyukat is valami hasonló módon élik meg. Valamikor a kapcsolatuk elején volt egy gazdag térképük egymás szívéhez. Pontosan tudták, hogy a másik mit szeret, és mit nem szeret. Milyen ajándékkal lehet neki örömet szerezni, és melyek azok az ajándékok, amelyekre azt mondja, hogy köszi, és aztán zsebrevágja, és valószínűleg soha többé nem foglalkozik vele. De vajon frissítettük ezt a térképet az évek során? Ahogy a múltak az évek, tettünk valamit hozzá? Töröltünk ki már nem érvényes tartalmakat belőle? Erről szól ez a mostani témám. Egy nagyon híres amerikai kutató, John Gottman, azt vallja, hogy azok a párok tudnak igazán közel kerülni egymáshoz, akinek rendszeresen frissített és részletgazdag szeretett térképük van egymáshoz. Hogyan lehet ezt a térképet frissíteni? Felteszek néhány kérdést, és miközben megpróbál válaszolni ezekre a kérdésekre, biztos vagyok benne, hogy a frissítési funkció már is automatikusan be fog indulni az elméjében. Kezdjük mondjuk azzal, hogy kik a párjának a kedvenc rokonai. Nem arra gondolok, hogy régen kik voltak, most kik. Ha most kellene egy kerek évfordulóra, egy hatalmas születésnapi partit rendezni, kik azok, akiket szívesen látna ő ezen a partin, és kik azok, akiket úgy inkább hanyagolna. Melyek voltak az elmúlt 2-3 év legnagyobb filmélményei a párja számára? Melyek voltak azok a könyvek, amelyek az elmúlt években a legnagyobb hatást gyakorolták rá? Ha elmehetne bárkinek a koncertjére, egy zenekarnak, egy énekesnek, valakinek, akinek a művészete őt megszólítja, akkor kit választana? Ki lenne az, akinek a koncertjére elmenne? Ha bárhova a világon, önnel együtt, kettesben elutazhatna, és a pénz nem lenne akadály, mi lenne az a hely, ahova szívesen elmenne? Ezek mind olyan kérdések, amelyek valahogy azt próbálják feltérképezni, hogy most hol is tart a másik, most milyen útvonalon is halad, és ön mennyire ismeri őt.
Melyek azok a szavak, amelyeket egy vita helyzetben, ha kimond, akkor már is tompítja a vitának az élét, és elkezd mosolyogni vele. Melyek azok a szavak, amelyeket semmiképpen nem szabad kimondani egy vita helyzetében, mert csak olaj lenne a tűzre, és bum, felrobbanna a feje. Ezek mind olyan kérdések, amelyek segítenek abban, hogy egy részletgazdag szeretett térképe legyen a másikról. Olyan ez, mintha a fejünkben lenne egy nagy szekrény, ezen a szekrényen különböző fiókok, mindegyik fiókon egy felirat, hogy mivel kapcsolatos adatokat tárolunk abban a fiókban, és lenne egy kiemelt fiókunk azoknak az információknak, amelyek a párunkról szólnak. Ide mindig friss információkat rakunk, és teletömjük azért, hogy érezze, hogy ő fontos nekünk. Minél többször valamit előrántunk ebből a fiókból, és megmutatjuk neki, szembesítjük vele, azt az érzést közvetítjük, hogy fontos vagy nekem. Érdekel, hogy mi történik veled. Szeretlek téged. Akarom tudni, hogy mi történik benned. És ez, ha akarjuk, hanem összekapcsol egymással bennünket. Sőt, hogyha én ezt elkezdem a feleségem felé sugározni, ő is arra fog törekedni, ez őt is ösztönözni fogja arra, hogy ő is még többet és még többet akarjon felé visszasugározni. Az első leckéje tehát az igazán mély intimitásnak, frissítse a párjáról szóló szeretett térképét. Hamarosan tovább megyünk majd újabb felismerésekkel, a következő videómban arról fogok beszélni, hogy miért fontos a nyitottság lelkületét ébren tartani a kapcsolatunkban, és mindig új impulzusokat beengedni, addig is használja azt a tudást, amit ma megpróbáltam átadni, szeressék egymást, legyenek közel egymáshoz, és nem sokára találkozunk. Szép napot!